Az idén 33. születésnapját ünneplő Fire Emblem franchise nyugatra nagyon későn, 13 év várakozás után jutott csak el, és bár a Nintendo utólag újrakiadás és egy-két kósza remake formájában pótolt néhány fontosabb fejezetet, de a teljes széria megismerése továbbra is csak rajongói fordításokkal lehetséges. Ez pedig a Fire Emblem Engage megjelenésével azért is vált különösen aktuális problémává, mert az Engage nem szimplán megidézi a múltat, de szó szerint központi mechanikává emeli át. Ennek persze megágyaz a történet is, ami ezúttal Elios világ Elias mindössze egy kör alapú kontinensből áll, amely négy nagy királyságnak ad otthont, a középső sziget pedig a Szentföld, ahol miután Sombront, a Divine dragon ősi jelenségét sikerült legyőzni és elzárni, a leár ezer éves álmát alussza. Szombron azonban visszatért, követői pedig mindent megtesznek azért, hogy erejét visszaszerezve ismét megkísérelje meghódítani a világot, elpusztítva mindent és mindenkit, aki csak az útjába áll. Aleárt irányítva így csöppensz be te a képbe. A nem éppen rövid szundikálást követően az amnéziával ébredő főhős nyakába szakad a világ megmentésének feladata, melyhez be kell járni a kontinens összes királyságát, megkaparintva a rémuralom megállításában kulcsfontosságú szerepet játszó 12 emblem gyűrűt. Ezek nem szimpla ékszerek, hanem olyan hatalmas erővel rendelkező kegytárgyak, melyek segítségével viselőjük megidézheti azon legendás hősöket, akik együttes ereje egyszer már megállította a ezek a hősök pedig szó szerint azok, hiszen mindegyikük egy korábbi Fire Emblem játékban szerepelt, hol főszereplőként, hol kulcsfontosságú karakterként. A gyűrűt viselve idézhetők meg egyedi képességekkel és a szokásosnál lényegesen erősebb speciális támadásokkal, de a csaták során csak korlátozott ideig használható. A bevezetőben említett nyugati kiadások hiánya okán ismeretlen lehet a nyugati közönség számára, főleg mert karakterépítés szempontjából relatíve egysíkúak. Bár lehetséges, sőt kifejezetten fontos a velük ápolt kapcsolat erősítése, de nem tekinthető kidolgozott, emlékezetes szereplőnek, mert az Engage-ben alapvetően nem azok. És ez sajnos a stáb jelentős részéről is elmondható. Az Ingécs nem szakít műfajával, azaz továbbra is egy olyan stratégiai szerepjáték, amely a harcra van kihegyezve, ami a legtöbb Fire Emblem epizódról elmondható, a Kultikus Freehouse hoz képest itt viszont tényleg nagyon a háttérbe van szorítva a narratíva, hiszen a korábban boncolt történet alapvetően nem nagyon tartogat meglepetéseket és várat fordulatokat. Tempója észveszejtő, gyakorlatilag harcból harcra tol tovább, ennek során pedig folyamatosan gazdagítja a kezdetben apró, idővel viszont már, -már kezelhetetlenül hatalmasra duzzadó saját csapatot, akár egykori ellenségeket is a saját oldalra állítva. És bár ez nagyon sokat ad a változatossághoz, ezen szereplők egyáltalán nem kidolgozottak. Mindegyikük egy adott archetípus töltbe és nem is nagyon igyekszik kitörni ebből a keretből, amire csak ráerősít a széria világától talán kis ábrázolás mód is. Az inkécs ugyanis színes, még az extrémen, és sokkal inkább idéz egy modern free-to-play alapon működő gacha játékot, semmint egy hagyományos Fire Emblem felvonást pedig az építő elemei meg vannak hozzá. Például ott van a csaták között elérhető központi bázis, az égben lebegő, erődítményként funkcionáló Somniel, amely lényegében egy kisebb falunak felel meg. Itt találhatók a fegyvereket, páncélokat és egyéb eszközöket kínáló árusok, a gyűrűkkel és az emblémákkal interakciós lehetőségeket nyújtó termek, valamint itt a közösségi térként funkcionáló kávézó, a megmentett állatoknak otthont adó istáló és számos olyan egyéb kifejezetten hasznos intézmény, amely az extrémen rugalmas, gazdag és kielégítő karakter és kiszolgálni. Mindez azonban sokkal inkább érződik egy becsomagolt, rejtett menürendszernek, aminek van ugyan egy kis háttértörténete, de inkább funkcionális és praktikus, semmint hiteles vagy épp érdekes helyszín kínálat. Ez ugyanakkor nem a játékmenetből, egész pontosan a csatákból ered, azok ugyanis meglepően változatos a sikerettek. Elsősorban a folyamatos mozgásnak és a gyors tempónak hála, hiszen szinte minden összecsapás egy teljesen új helyszínen, új környezetben, sok esetben egyedi feltételek mellett zajlik. Ilyen lehet egy specifikus helyszín megvédése, egy karakter megmentése vagy elintézése, esetleg a több hullámban érkező ellenfelek visszaverése vagy feltartása. Az Engage ezen a téren továbbra is brillírozik. A körökre osztott harcrendszer pont annyira pazar, mint bármelyik másik Fire Emblem epizódban. A gyűrűk használata, a korlátozott tárgymenü ügyes feltöltése, a jó helyezkedés, a folyamatos karakterfejlesztés pedig továbbra is kulcsfontosságú a győzelem kivívása érdekében. A harc központúságra pedig kiválóan ráerősít az Engage egyedi struktúrája is. A világ térképen pontról pontra, a településről tel településre lehet mozogni, az összecsapások között azonban korábban már kipucolt helyszínekre térhetnek vissza ellenfelek, vagy épp egyedi missziók jelennek meg, melyek komoly jutalmakkal sok esetben új csapattársal kárpótolnak a fáradozásokért. Az ingécs pedig azért távol áll attól, hogy fáradozás legyen, de attól is, hogy korszakalkotó, forradalmi vagy épp kifejezetten más legyen, mint bármely korábbi Fire Emblem epizód. Bár harcrendszere lebilincselő, karakterfejlesztése pedig néha nyomasztóan mély, története és főleg szereplői lényegesen gyengébbek, mint amit a 3DS révén második esét kapott franchise-tól megszokhattunk. Ráadásul a piedesztárra emelt multidézése fele más, hiszen egy olyan korszak iránt igyekszik nosztalgikus érzéseket kelteni, melyet lehetőségünk sem volt átélni. Szerédes multitézés lett tehát a Fire Emblem Engage, ami tőlünk 75%-ot kap. Egy addiktív, színvonalas SRPG, ami önmagában elég, de a Fire Emblem hagyatékhoz nem minden szempontból méltó. Ha még többet szeretnél megtudni az új Fire Emblem játékról, akkor kattints a leírásban található linkre a teljes tesztünk elolvasásához, és ha már ott vagy, ne felejts el dobni egy lájkot a videóra. Köszönjük a figyelmet, találkozunk a következő alkalommal!